Szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Ádám vagyok, és el is érkeztünk a következő videómhoz. A friss képregény update videómban említettem, hogy lennének ugye ezek az angol képregények, amik vannak, és hogy ezek lehet, hogy érdemelnének egy külön videót. Terveztem is ezt megcsinálni, illetve felőletek is érkezett visszajelzés, hogy ezekből jöhetne egy külön videó. Úgyhogy a mai videóban úgy, mint a flashes bemutató videómban, amit itt meg tudtok nézni, szintén bemutogatom őket kicsit részletesebben, úgyhogy nézzük meg ezt a friss 4-es angol pakkot szerintem. A 2011-es Flashpointot követően a DC úgy gondolta, hogy ez lesz a legjobb alkalom, hogy rebootolják a 60-as évek óta egy történet folyamban zajló univerzumukat. Ezért az volt az ötlet, hogy a Flashpoint eredményeképp megváltozik minden, ami után szabadon alakítgathatnak az univerzumon. A változásokban most nem mennék bele, de a lényeg, hogy ennek az egyik legnagyobb pozitívuma a Justice League története volt. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy szép lassan megpróbálom majd összegyűjteni az összes New 52 Justice League történetet, amit majd utána folytatok a Rebirth történetekkel. Ennek eredménye, hogy jelenleg sikerült beszereznem az első két trade paperback, illetve a harmadik hardcover gyűjteményes kiadásokat. Szóval nézzük is meg ezeket. New 52 Justice League Volume 1, Origin, vagyis eredet. Megjelenését tekintve 2013. februárjában jelent meg. Ez a TPB Geoff Johns írását, Jim Lee rajzait, illetve Scott Williams színezését tartalmazza. A Justice League első 6 füzetét tartalmazza. Itt látható a már a képregényes update-es videóban bemutatott Jim Lee aláírás is. Most nem magyaráznám el a részleteket, ha szeretnétek tudni, hogyan került az aláírás rá, akkor nézzétek meg azt a videót most a jobb felső sarokban. Következő TPB-nk a Justice League Volume 2, The Villain's Journey, más néven a gonoszok útja. Ez a Justice League füzeteket a 7-estől a 12-ig tartalmazza. Szintén Geoff Johns, Jim Lee és Scott Williams munkája látható és olvasható benne. Megjelenése pedig 2013. októberében történt meg. És ennek a borítóján is látható a Jim Lee aláírás. A harmadik kötet az már egy hardcover, vagyis keménytáblás kiadás, ami a Justice League Volume 3, Throne of Atlantis, vagyis Atlantis trónja névre hallgat. Ez szintén 2013. októberi megjelenés. Ennek két legfőbb alkotója már Geoff Johns és Ivan Reis párosa volt, akik még kiegészültek egy-két társművésszel. Ez a kiadás a Justice League 13-tól a 17. számait tartalmazza, illetve az Aquaman 15-ös és 16-os füzetét. Nagyon szép dust jacket látható rajta, amit ha leveszünk, egy nagyon szép, teljes fekete textilszerű borítást kapunk, amibe bele van vésve vagy mélyítve a kötet címe. Nagyon igényes a kivitelezése egyébként az összes ilyen DC-s hardcovernek. És végül, de nem utolsó sorban itt van a DC Rebirth érából a Batman Flash füzet sorozat crossovere, ami nem más, mint a The Button, vagyis a kitűző. Ez szintén egy hardcover kiadás, de emellett még Deluxe Edition is, ami egy kis extra plusz tartalmat is rejt a képregény végén. Ebben a Batman 21 és 22-es, illetve a The Flash 21 és 22-es számait találjuk. Megjelenése 2017. október volt, a készítők pedig a két füzetsorozat írói és rajzolói, vagyis a Flash felől Joshua Williamson író és Howard Porter rajzoló, illetve Tom King Batman író és Jason Fabok Batman rajzoló. Ha ennek is lekapjuk a dust jacketjét, egy nagyon szép wraparound, vagyis teljes átfogó borítót kapunk, ami rendkívül jól néz ki. Szóval, srácok, lányok, hát ennyi is lett volna ez a kis bemutogató videó, részletesebb átmutogatás. Remélem, hogy tetszett nektek.
Ha szeretnétek még másból, esetleg ugye a többi kemény fedelesből, amit a másik videóban mutattam, akkor azt jelezzétek ismételten, és akkor azokból is lehet, hogy érkezik egy videó majd hamarosan. Szóval még egyszer mondom, hogy remélem, hogy tetszett nektek. Ha így voltatok vele, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot. Lent fel tudtok rám iratkozni. Én Ádám voltam. Szevasztok!